baj van a szerelemmel. Sokan megkérdezik, hogy miért, hát ma is rengeteg szerelmes embert lehet látni, főként fiatalt az utcán. Mi baj, ami ezt a ősi-ősi ösztönünket valahol pusztítja? Ha végig gondoljuk ezt az egész témát, akkor egy P betűs szörny van, ami két fejű. Az első P -betűs fej azt úgy hívják, hogy pornó. A másik P-betűs fejet pedig úgy hívják, hogy prűtség. Ez a két szörny, ha meghatározom a következő. A prűtség az, hogy a szerelemről, a szerelem testi oldaláról, a szexualitásról viszonylag keveset beszélünk. És ez nagy baj, mert hozzá tartozik az élethez. Azt is lehetne mondani, hogy a fiataljaink ezen a téren információhiányosak, ezt majd egy kicsit meg kell indokolni, mert éppen azon szoktunk panaszkodni, hogy a gyerekekhez nagyon hamar eljött a szexualitás minden dolga, hát akkor miért információ hiányosak? De nézzük a másik P szörnyet. Ez pedig a pornó. Mi baj van a pornóval? A pornónak nem az a baj, hogy bemutat sok szép hölgyet vagy urat, hanem a pornónak az a baja, hogy úgy viszonylik az igazi szerelemhez, mint ahogyan a Batman viszonylik a denevérhez mondjuk, vagy ahogyan a Superman viszonylik az emberhez. És ez egy nagyon-nagyon veszélyes állapot. Nagyon érdekes felfedezést tettek a szociológusok, akik a házasság szerelem szociológiájával, pszichológiai hátterével foglalkoznak a homoszexualitás azért nő nagyon sok országban, mert az emberek pornót néznek. Na most hogy van ez? A pornó olyan szexuális teljesítményeket mutat be, amit ugye egy átlag ember, amire egy átlag ember nem képes. És éppen ezért növeli a félszegséget a férfiakban többek között, és ezt Dániába pontosan ott, ahol a úgynevezett szexuális forradalom a 60-as évek végén lezajlott, ott mutatták ki. A homoszexualitásról Dánok pontos statisztikai adatokkal rendelkeznek, hiszen a Dánoknál, Evangélikus Államegyház lévén, az egyház nyilván tartotta hosszú-hosszú évek óta azokat, akik régen úgy mondták, hogy ferde hajlamok, most nem lehet kimondani, mert akkor rögtön emberi jogi tüntetéseket provokálunk. Tehát kimutatták azt, hogy kik azok, akik homoszexuálisak. Ugyanakkor, amikor a szexuális forradalom beállt, ez a szám megsokszorozódott. Miért van ez így? És ezen a téren nekünk újra és újra el kellene gondolkodnunk. Jó régen történt már, hogy egy OTKA pályázatom a Oktatáskutató Intézethez volt telepítve, és a szomszéd szobában, ahol egy kutatócsoport dolgozott, azt vizsgálták, hogy a Józsefvárosi gyerekeknek milyen erkölcsi elveik, szokásaik vannak. Az érdekesség az volt ennek a vizsgálatnak, hogy nagyon pontosan akarták elvégezni a kutatók a maguk munkáját, ezért osztályfőnöki órákon elmentek egy-egy osztályba, kiküldték az osztályfőnököt, hogy egyedül legyenek a gyerekekkel, és akkor kérdezték meg őket különböző kérdőíveken, amik titkosak maradtak, senki nem tudta soha, hogy melyik gyerek mit válaszolt. A kérdőíveknek az egyik nagyon érdekes szakasza az az volt, hogy megkérdezték, hogy Mit tudsz arról, hogy édesanyád mit csinál egy héten? Hétfő, kett, szerda, csütörtök, péntek, szombat, vasárnap egy tanrendet adtak a gyerekek kezibe, és be kellett írni, hogy az anyuka mit csinál egy héten át, egy átlagos héten. A gyerekek nagyon pontos válaszokat tudtak adni, és leírták egészen pontosan, hogy hétfőn, kedden, szerdán mit csinál az anyuka, mikor van a dolgozóban, mikor jön haza, mikor főz, mikor ezt, mikor azt, mikor amaszt csinál. A következő kérdőív az az volt, hogy megkérdezték, hogy az édesapád mit csinál. És az érdekesség az volt, hogy szinte alig volt értékelhető válasz. A gyerekeink nem tudják, hogy az apák mit csinálnak. Kialakult egy olyan társadalom, ami férfi ideál hiányos. A macsók ezt nem helyettesíthetik, mert azok olyan filmhősök, akik nem a nagykörűton szaladgálnak és nem a mindennapi életben élnek. És hogyha most megnézzük a fiatal generációt, akkor az egyik legnagyobb problémája a mai fiataloknak az, hogy nincs férfi képük. Én egyetemen tanítok magyar szakos tanárokat, és ezek a tanárok nagy része, tanárnők nagy része, az nő lesz. Hiszen a pedagógia ma, a oktatási pálya ma azoknak a ritka kivételeknek tetszik, csak akik hivatásból próbálnak valamilyen diplomát szerezni. És sajnos egy fiú már nagyon nehezen meri megkockáztatni azt, hogy pedagógus legyen, hiszen a kereseti viszonyok olyanok, hogy közgazdászként vagy jogászként ennek a sokszorosát keresi kezdőként is. És mivel hát családot is kellene alapítani, pontosan ezért a fiúk nem jönnek magyar tanárnak. De a lányokkal elbeszélgetve, minden tavasszal ugye különböző lelki válságokon mennek át ezek a fiatalok, általános panasz az, hogy a fiúk nem tudják azt, hogy mi az, hogy férfi. Mi az, hogy férfi ideál. Mert vagy infantilisen gyerekként viselkednek, vagy pedig macsót próbálnak játszani, és ezért a lányoknak az a panasza, hogy olyan nehéz megismerkedni olyan fiúval, aki igazán férfi. Ez azért van, mert egy ember átvesz szerepeket. Ezt a Józsefvárosi kísérletet azért tartottam nagyon érdekesnek, mert a gyerekek szinte nem találkoznak az apjukkal. És éppen ezért az egész életük tulajdonképpen a nők körében zajlik, hiszen tanárnők azok nők, ritka kivétel, hogy férfi tanárok is vannak, nagyon népszerűek is rögtön az általános iskolában a férfi tanárok, sőt, el tudom mondani, családból is, hogy a vejem, nagyon sokszor vittem, még kisebbek voltak az unokáim óvodába a kicsiket, és akkor mindig lerohanja az összes gyerek, hogy jaj, tessék velünk játszani, mert egy férfi az egy olyan, hogy így mondjam, különleges lény lett, mint egy délszaki növény, vagy egy ritka állatfajta, aki leáll gyerekekkel játszani. Egy gyerek viszont soha nem azt csinálja, amit mondanak neki, hanem a gyerek a szerepeket vál, vesz át, ahogy mondtam. És a férfi szerep megtanulására nagyon kevés esély van. Éppen ezért pszichés dolgok is terhelik két embernek a viszonyát. A prűtség az még tovább fokozza ezt. Mi a prűtség? Egy... Egy képletbe is ki tudnám fejezni. A prűd az az ember, akinek a képletét így lehetne felírni, hogy szerelem mínusz szex. A szexről nem beszélünk, a szexualitásról nem beszélünk. A szerelemből egy ilyen szép, rózsaszín limonádés álom lesz csupán, és ezt nem lehet tanítani, mert ez nem az élet. És mi a pornó? A pornó az egy óriási veszély. Éppen azért, mert szupermeneket mutat be. Nagyon érdekes, hogy amikor megkérdezték ugyanebben a Józsefárosi vizsgálatban a gyerekeket, kiderült, hogy az 5.-6. osztályos gyerekeknek a 80%-a, jó lehet ez elég régen volt, 10 évnél régebben, akkor már a 80%-a látott pornófilmet. Most a gyerekek információ hiányosak. A prűd nem beszél arról, hogy mi az, hogy, hogy szex, mi az, hogy szexualitás. Ezt nem illik elmondani a gyerekeknek. A gyerekek információhiányosak hiányosak lesznek, és beszerzik az információt onnan, ahonnan lehet. Ez az információforrás pedig a pornó. Látott mindenki pornómagazint, látott mindenki pornóképet, és azt gondolja nagyon sok gyermek, hogy a pornó az, ami a szexualitásnak az igazi tartalma és lényege. Éppen ezért beáll egy olyan csőd, ami a házasságoknak a megszületését is akadályozza már, vagy a korai válásoknak is az egyik oka. Éppen ezért a pornót úgy lehetne felírni itt képletbe, hogy szex minusz szerelem mert a pornóban az a különösen rossz, és az a különösen veszélyes, hogy a pornóban a másik fél egy tárgy lesz. Tulajdonképpen a szerelem egy ösztönkielégítés lesz. És ezért van az, hogy nagyon sok fiatal úgy gondolja, hogy az élet az olyan, hogy hát ha éhes vagyok, akkor belököm a marha pörköltet mondjuk uborkával. Ha szomjas vagyok, akkor belököm az italt ha szexuális vágyaim vannak, akkor ezt egyszerűen kielégítem. Nem egyszerűen vágy kielégítés az, hogy szerelem, hanem két embernek a harmonikus együttléte. És ezért van az, hogy a single világba élünk, ahol mindenki maga akarja magát megvalósítani, mindenki maga akarja élni az életét, és túl nagy kockázatnak tartják az emberek azt, hogy egy párt, egy másik embert válasszak. Hiszen ez a másik ember tele van meglepetéssel, ez a másik emberben sokszor csalódok, a másik ember sokszor átver, a másik emberrel sok-sok problémám van. Ezért hát az összön kielégítésemhez egy alkalmi partnerrel megoldom a dolgokat, vagy egészen másként. Ez a valami a házasság legnagyobb ellensége. Miért vagyunk mi házasságpártiak a keresztények? Feltehetjük a kérdést. Miért nem lehet egész életet élni egyedül? Hiszen nagyon sok keresztény is azt mondja, hogy egyedül üdvözülök, mit érdekel engem a többi? Vagyok én, és van a jó Isten, és a többi az ki van zárva az én életemből. Ez a Biblia alapvető szellemének és tanításának a tagadásán épül fel a házasságnak ma az a legnagyobb problémája, hogy nagyon sok házasságban is páros magányban élnek az emberek, és nem éri el a házasság azt a célját, amit a Biblia a házasságnak adott. Mi a házasság bibliai célja? Ott kezdődik a házasság története, hogy a teremtés történetnek van egy különös szakasza. Kétszer mondja el a teremtés történetét a Biblia, először az idő szempontjából, a kozmosz rendje szempontjából, de van egy másik metszete is a teremtés történetnek Mózes első könyve második fejezetében, és ez a teremtés történet a az ember szociológiai szempontjából mondja el a házasságot. Ha a Bibliánkat kinyitjuk és megkeressük a, rögtön az első lapot, akkor azt látjuk, hogy Mózes első könyvének második fejezetében először ugye, arról van szó, hogy Isten a hetedik napon megnyugszik, és ad egy olyan napot, amit úgy lehetne mondani, hogy a tervszerű megelőzés, kar, megelőző karbantartás napja. Amikor az ember elgondolkodik azon, hogy mi is történt a teremtésben. És ez azért fontos, mert már a múltkor említettük azt, hogy az ember nem csupán ösztön lény, nem ösztöneivel van beprogramozva erre a világra, hanem az ember az újra és újra a szürke állományán keresztül kell, hogy az ösztöneit is kiélje, kielégítse. Ezért szükséges, hogy legyen egy olyan idő, amikor az Istennel, a másik emberrel, és a világgal való kapcsolatomat értékelem. De a teremtés történetnek ez a második, az ember szempontjából elmondott része nem csak az ünnepről beszél, arról, hogy a hetedik nap az Úrnak, az de Istenednek szombatja, hogy a tíz parancsolat fogalmaz, hanem azt is elmondja, hogy az embernek adja a munkát az Isten, ami tulajdonképpen a természetben való életemnek az alapja. De! A legérdekesebb talán a harmadik. A társadalom megszerveződésének a megteremtése, így is lehetne mondani. Azt mondja itt az Ige, hogy fogta az Úristen és elhelyezte az embert az Éden kertjébe, hogy művelje és őrizze azt, és amikor megmondta az Istennek az első törvényt, ahogyan itt mondja, hogy parancsol az Úristen az embernek mondván, hogy a kert minden fáról bátran egyél, de a jó és gonosz tudásának fáról ne egyél, mert amely napon eszel, arról bizony meghalsz. Akkor az ember körülnéz, és Isten újra megszólal. Elmond egy elvet, hogy nem jó az embernek egyedül lenni. Eddig mindig arról volt szó az első teremtés történetben, hogy imé minden igen jó. És akkor Isten megteremt egy hiányt. Nem jó az embernek egyedül lenni. Ha ezt Isten tudta előre, akkor miért nem úgy csinálta, hogy az állatoknál, hogy minden állatnak megvan a maga párja, és párosan teremtette az állatokat. És az ösztön kielégítésének semmi-semmi gondja nem volt. Isten azt akarta, hogy a házasság az ne csupán ösztön kielégítés legyen. Ezért formált az Úristen a Földből mindenféle mezei állatot, így olvassuk, mindenféle égi maradarat, oda vitt az emberhez, hogy lássa, minek nevezi. Mert minden élő lénynek az a neve, aminek az ember nevezi. Isten elvezeti az ember előtt az összes állatot. És az ember mindennek nevet ad. Az ókori ember nagyon jól tudta, hogy a névadás az hatalom átvételt jelentett. Isten így az ember hatalmába adja az egész világot. Minden élőlénynek nevet ad az ember. És utána az ember, minden állatnak, égmadarainak, minden nemzet élőlénynek, mezei élőlénynek nevet adott, de nem talál magához illő segítőtársat. Mert a másik ember, az asszony, az hozzám illő segítőtárs. Ez az első kritérium és ezt a hozzám illő segítőtársat nem valahonnan ejtvernyevel az égből küldi az Isten, hanem ennek a hozzáillő segítőtársnak a hiányát nekem át kell élnem. Nekem szükségem van egy másikra, egy más nemű lényre. Szükségem van, aki más, mint én. Az életnek nem az egyformaság az alapja, hanem a másság az alapja. Ezért házasság a Biblia szerint csak egy férfi és egy nő egyenjogú közösségén jöhet létre. Egyenjogú közössége a házasság. Ebben valósul meg. És ezt nagyon érdekesen kifejti tovább a szöveg. Azt mondja, hogy mély álmot bocsájt az Úristen az emberre, és ebben a mély álomban, kivesz az emberből egy darabot, nem a fejéből, hogy okoskodjon, nem a sarkából, hogy taposson rajta, hanem az oldalából. És a szöveg, az eredeti Héber szöveg az azt mondja, hogy ebből a részből, ebből az oldal bordából épített az Úristen egy asszonyt. A Héber szöveg még szemléletesebb, tudni, hogy nincs a Héberben férfi és nő két szó, hanem egy szó van, csak a is, az egy himnemű forma, az issá, az pedig nőnemű forma, ami asszonyt jelent. Tehát férfit és asszonyt egy ugyanazon tőnek a nőnemű és himnemű formája jelenti. És erre mondja az ember, hogy ez már csontomból való csont, testemből való test. Asszony ember legyen a neve, mert férfi emberből vétetett. Ugyanaz legyen a neve, mint nekem. Mert ez más és ugyanaz. És valahol itt van a házasságnak a lényege az ember. Egy ember önmagában, tehát úgy, ahogy ma szokták mondani, a single ember, az nem ember igazán. Azért nem ember, mert én azt, hogy emberség, azt nem biológiai lényembe hordozom csupán, nem csak a génnejeim tesznek engemet emberré hanem az a társadalmi környezet, az, hogy én egy másikkal megélem ezt az életem, ez tesz engem igazán emberré. Ezért van az, hogy például az embert nem lehet klónozni. Az egypetéjű ikrek azok klónozott emberek lennének, csak hát a klónozott bárányok azok tökéletesen egyforma tulajdonságok. Az egypetéjű ikrek nagyon eltérőek tudnak lenni. Miért? Azért, mert bennünket nem csak a biológiai diszpozíciónk határoz meg, hanem az a társadalmi környezet, ami állandóan alakul. Az a társadalmi környezet, ami újra és újra megvalósít engem, emberétes tesz engem. Szükségem van egy más nemű társra. Erről szól a házasság. A házasság nem egyszerűen csak azért van, hogy hát hát legyen egy játszótársam vagy egy szórakozó partnerem, a házasság azért van, mert két másféle együtt tudja megélni azt, amit úgy hívunk, hogy ember. És ez a Biblia szerint az emberségnek, az emberiességnek az alapja. Na most, éppen ezért a házasságban az ember többféleképpen lesz egyé. A, a házasság az egy több irányú közösség, úgy, úgy így lehetne mondani. Két embernek egy egész életre szóló testi, lelki, szellemi, fizikai közössége, szeretet közössége. A szeretet sem egy szólamú valami. Azt lehet mondani, hogy a szeretetre többféle szónk is van. Ha görög nyelven mondjuk a szeretetet, ott többféle szót lehetett választani. A házasságban ez a több szólamú szeretet nyilvánul meg legalábbis négy szólama van mindenképpen ennek a szeretetnek, mint egy jó kvartetnek. Nézzük az első szólamot. A szeretetnek van egy testi alapja, ezt hívjuk szexnek. Ha ezt röviden akarom jellemezni, akkor adom a másiknak magamat. A Biblia ezt nagyon érdekes módon az ismerni szóval fejezi ki, hogy ismerte Ádám az ő feleségét. A Szexualitásnak ez a testi alapja feltétlenül hozzá tartozik két ember, két ellenkező nem, nemű embernek az egészséges kapcsolatához. Ez a testi szerelem, ez a szexualitás. Ha csak ez van, akkor nagy baj van. Sose fogom elfelejteni, jó régen történt még, amikor még ilyen műanyag, rettenetes rózsaszín, meg narancssárga színű műanyag, ilyen váró bódék voltak a, a buszmegállókba. Szerencsére kimentek a divatból. És e, a Obudán, a Florián téren vártam a buszra. És a Dunáról fújt a szél, becsapta ez alá a, elég rozog a váró alá az esőt, és nem akartam, hogy az arcomba hújjon az eső. Ezért hátat fordítottam az esőnek, és vártam a buszt, és előttem ott volt ez a narancsárga műanyag fal, amire szemfestékkel egy kislány, tipikus női írás volt, és ezt meg lehet ismerni, odaírta a következő szöveget. Te szőke fiú, jó volt veled az éjjel, írd ide a neved. Én azóta is sajnálom ezt a kislányt. Tudnélik, ő a tetejénél kezdte a házasságot. És a testi kapcsolat megvolt ezzel a fiúval, akinek a nevét se tudja, de ebből soha az életben nem lesz igazi, mély emberi kapcsolat. Csak ösztönkielégítés volt az egész. Ez nem igazi ismeret. A szeretetnek van egy másik köre is. Ez a szeretetnek az esztétikai alapja. Ezt hívja úgy a görög, hogy erosz. Ha röviden akarom megfogalmazni ennek a lényegét, azt mondom, hogy szeretnék tetszeni neked. Ez egy nagyon fontos dolog. Nagyon fontos az, hogy én szeretnék megfelelni, tetszeni neked, mert ebben benne van egy nagyon lényeges elem. Az, hogy a szeretetnek az a lényege, hogy én a másikért teszek valamit. A szeretet az nem azt jelenti, hogy én szeretek valakit, tehát szeretet fogyasztó vagyok, aki nekem tetszik, hanem a szeretet ennek a fordítotja. Szeretek valakit, mert adni akarom magamat neki, tetszeni szeretnék neki. Fontos számomra az ő véleménye. Fontos az, hogy én, én hogy nézek ki. Fontos az, hogy én hogy viselkedek. Fontos az, hogy én, én én milyen híres könyve, mondta a Pax Corporis, a testbékéje, és ez a testbékéje akkor fog helyreállni, hogyha Istennel, világgal és a felebaráttal rendbe jön az életem. Ha most a megváltást nézzük, akkor a megváltás tulajdonképpen pontosan ezt célozza. A Tituszhoz írt levél második fejezetének 14. verse azt mondja, hogy megjelent az Isten üdvözítő kegyelme minden embernek, ugye Jézus Krisztusban, ami tanít bennünket. És ez, hogy mire tanít, ezt így mondja, hogy mértékletesen, igazán és szentül éljünk a jelen való világban. Mit jelent ez a három? Azt jelenti, hogy szentül, tehát az Istennel Istennek elkötelezett életet élni. A szent az 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 ember, aki az Istennek elkötelezte önmagát. Mit jelent az, hogy igazán? Ez azt jelenti, hogy az emberekkel békességben, szeretetben élni. Ez az igazán. De mit jelent az, hogy mértékletesen? A görög szó egy nagyon érdekes fogalom. A görög szó egy sport szakkifejezés. És ez a sport szakkifejezés, ez Körülbelül így fordítható mai magyar nyelvre, hogy mértékletesen helyett azt lehetne mondani, hogy sportszerűen. Egy példát lehet erre hozni Pálapostólnak a Korintusi első levele 9. fejezetéből, a 24.-27. versig terjedő szakaszból. Én lefordítottam ezt egy kicsit mai kifejezésekkel, és így mai fordításban ezt a szöveget így lehetne elmondani. Nem tudjátok, hogy a stadionban a versenyzők minnyáján futnak, de csak egyé lesz a győzelem, mikor szorú? Úgy is lehetne mondani, hogy aranyére. Úgy futsatok, hogy a tietek legyen. Akik a küzdelemben részt vesznek, valamennyien sportszerűen élnek minden tekintetben. Azok azért, hogy hervadó koszorút kapjanak, mi azért, hogy hervadhatatlan. Én is futok, de nem céltalanul, hanem a szeme alá ütök és kiütöm az embert, hogy még másoknak hirdetem az égét, magam alkalmatlanná ne legyek. Ennek az igének a hátteréről is tudunk sok nagyon érdekeset. Pál ugye a korintusi levelet a korintusiaknak írja. Ha a történelemben lapozgatunk egy kicsit, akkor látjuk azt, hogy Korintus az egy különleges város volt. Az iszmoszi földszorosnak a bejáratánál van. Ez az iszmoszi földszoros köti össze a Görögországot a Peloponészoszi Félszigettel, a déli részével Görögországnak. És egy nagyon fontos, két tengerre néző kikötője van ennek a városnak. De van még egy nevezetessége ennek a városnak. A Korintus előtti mezőn minden második évben egy sportjáték zajlott, ezt iszmoszi játékoknak szokták nevezni, és ezen az iszmoszi játékokon az összes görög város, az összes hellenista görög város szerte a világról képviseltette magát. Az első iszmoszi játék még jó régen, a 6. században, 589-ben van, és azóta minden második évben megrendezték ezeket a játékokat. 50 és 52 között tartózkodott Korintusban. Ez alatt az időszak alatt volt egy iszmoszi játék. Ilyenkor Korintus felbojdul, mint egy olyan város, ahol olimpiát tartanak, vagy világbajnokságot tartanak, akkor mindenki erről beszél. És az az érdekesség az első korintusi levélnek, hogy ez tele van sportszakki fejezésekkel. A mértékletesség szó, az telja, van egy másik szó is, a szofrenész, mind a kettő sportszak kifejezés, azt jelentette, hogy sportszerűen. Tudni Tudnilik ezekre a játékokra nagyon szigorú volt a nevezés. Minden város öregek tanácsának igazolni kellett, hogy a nevezett versenyző nem élt duhajkodó módon, nem részegeskedett, részt vett az edzéseken, és minden dolg dologban teljesítette a verseny előírásait. Ez a sportszerű életmód a görögöknél ismert volt, és Pál ezt a kifejezést használja arra, hogy a játékokon való részvételnél, ahogy itt olvastuk, hogy mindenben maga mondja a régi fordítás, én úgy fordítottam, hogy sportszerűen kell élni a versenyzőnek. Isten erre a sportszerű életmódra teremtett bennünket. Ez az iszmozi játékok egy másik oldalról is nagyszerű példa. Ez a játék nem csak a mai értelemben vett sportverseny volt, hanem minden versenyzőnek három dologban kellett elindulni. Az első az a hümnikus rész volt, ez egy zenei verseny volt, énekeket kártségű vagyok. Fontos az, hogy nekem mi tetszik, fontos az, hogy én mit szeretek. Ez mindig lényeges elem. Ezt hívjuk erosznak. A szeretetnek ez is egy nagyon fontos alapja. Ha a házasságot nézem, akkor ez is egy döntő elem, ami két embert összekapcsol. De van egy harmadik formája is a szeretetnek. Ez a szeretetnek, így lehetne mondani, a szociális alapja. Erre volt egy görög szó, ez a philein görög szó, ami a baráti szeretetet, a baráti ragaszkodást jelentette. Úgy lehetne ezt megfogalmazni röviden, a másikat tartom a legjobb barátomnak, akivel a jót és a rosszat megosztom. Az embernek szüksége van arra, hogy legyen valaki, aki előtt nem kell megjátszani a magát, aki úgy fogadja el, ahogy van, akivel meg lehet osztani a gondolataimat, akivel együtt lehet gondolkodni, tervezni, érezni. És lényegében a házasságban ez a szeretet is nagyon fontos. Ha ez a szeretet nem alakul ki, akkor két embert nem fogja összekötni egy életen át a szexualitás. Azt se fogja egy életen át összekötni, hogy szép a másik, vagy szép dolgokra gondol, hanem csak ez a szociális forma a lényeg. De mi keresztény emberek tudunk egy negyedik formájáról is a szeretetnek. És a Biblia nagyon sokszor használja ezt a szót, ami úgy van, mindenki tudja már ezt a görög szót, hogy agapé. Ez az agapé, nagyon hosszú ideig úgy gondoltuk, hogy egy keresztény szóalkotás. Aztán valamikor 1927-ben megtalálták egy egyiptomi papíruson, ami nem keresztény körzetből, környezetből származik, ezt a szót, tehát a görög nyelvbe is megvolt, de ez jellegzetesen egy keresztény fogalommá lett. Ez azt jelenti, hogy a másikban felfedezem az Isten iránt való szeretetet. Azt a szeretetet, ami, amivel az Isten őt szereti, és ő az Isten szereti. Tehát bekapcsolom ezt a felső dimenziót a horizontális világban, ezt a vertikális összekötő kapcsolatot, ami Isten és ember összeköt. Ezért szokták mondani azt, hogy a jó házassághoz két jó megbocsájtó kell. És a megbocsájtás az mindig úgy jön létre, jön ez a harmadik, hogy Isten szeret engem, és ezért megbocsájt nekem. Én szeretem a másikat, ezért Istentől erőt kapok arra, hogy megbocsássak neki. Ha ez a négy dolog valahol meghibásodik, akkor a házasság két ember kapcsolata bajba kerül. És a mai embernek az a nagy problémája, hogy egyirányú utcává lett a házasság. Azt gondoljuk, hogy a házasság csak legalizált szex. Pedig nem erről van szó. A házasság egy komplett kapcsolat. Mind a négy. Szeretlek azért, mert enyém vagy, ez a szex. Szeretlek azért, mert ilyen vagy, ez az erosz. Szeretlek azért, mert társam vagy, ez a filén, és szeretlek azért, mert szeretlek. Mert az Isten is szeret engem. Ez az. Agapé és hogyha ez a négy szeretet van együtt, akkor lehet igazi házasságról beszélni. Éppen ezért természetesen az emberi életkorral változik a házasság is, mert minden élő, ami él, az változik. Lehet, hogy van a házasságnak, biztos van a házasságnak olyan oldala, amikor a szexualitás az első benne. Aztán van olyan szakasz a házasságnak, amikor megértő baráti szeretetre van szükség. Van, amikor nagyon fontos az, hogy közös szellemi élményeink, esztétikai élményeink legyenek, akkor az erosz kerül előtérbe. De van olyan is, amikor megbocsájtásra van szükség. Arra van szükség, hogy egy keresztény társ legyen a másik. Éppen ezért a házasságnak ez a komplexsége az, ami a 21. századi embernél nagyon fontos lenne. És ez a bibliai alapja a házasságnak. A szerelemnek az ősi szimbóluma a szív. Nagyon sokszor szoktuk ezt mondani, ha egy fiúba szerelmes egy lány, most már ezt is lehet mondani, de ha egy lányba szerelmes egy fiú, mert ilyen is van azért, akkor általában szívet szoktak rajzolni, és két nevet beleírnak. Lány és fiú is ezt teszi. Egy kicsit ezen a szív hasonlaton gondolkodjunk csak el. A szívnek van Pitvara, és van kamrája. Nagyon érdekes, hogy máshogy is használjuk ezeket a szavakat, mert az udvarlás vagy pitvarlás, ugye, ez azt jelenti, hogy van a, a két ember szeretetének, szerelmének, a házasságnak egy ilyen bevezető szakasza, amikor arról van szó, hogy két ember ismerkedik egymással. Nem lehet rögtön a kamránál kezdeni, mert a kamra pedig a zártságot jelenti. Két embernek van olyan szakasza is az életben, amikor ez a zártság, ez az intim szféra, ez az egymásnak valóság kerül előtérbe. Mi nagyon sokszor azért nem értjük a szeretetnek ezt a négy fokát, és a házasságban azért nem gyakoroljuk, mert a mai ember sokszor azt akarja a az udvaron megcsinálni, ami a kamrára tartozna, és ezért a kamra üres marad. Mire gondolok én egész konkrétan? Tessék megnézni, hogyha a hölgyekkel beszélgetek, nagyon sok lány tanítványom van, ezek rendszeresen arról panaszkodnak, hogy ők szeretnék azt, hogyha egy fiú gyengéd lenne, megértő lenne, hogy néha egy szál virágot kapjon tőle, tehát hogyha kifejezésre juttatná a szeretetét. És mindig attól szenvednek, hogy a fiúk csak le akarják rohanni őket, ahogy ők szokták mondani. Vagyis, lényegében elfelejtettek a férfiak udvarolni. Az udvarlás pusztán annyiból áll, hogy minél hamarabb megkaparintsa magának, mint szexuális partnert azt a nőt, és elmaradt az, ami gyengétség, figyelmesség, ami esztétikai oldal, elfelejtjük megdicsérni a, a feleségünk ruháját, és a legházártosabb feleséget is ki lehet hozni a rossz sodrából, és jó sodrába lehet terelni akkor, hogyha például azt mondom, te drágám, olyan szép vagy ma, olyan szépen csillog ma a szemed. Higgyük el, hogy a hölgyeknek erre nagy szükségük van. Persze a férfiaknak is van szükségük, például arra, hogy drágám, ezt olyan okosan csináltad. Egy férfi is rá van szorulva arra, hogy a párja valami pozitív tulajdonságát észrevegye, és ezt szóvá tegye. A házasságunk megbomlásának valahol itt van a baja. És nézzük meg, hogyha a zsoltárokat olvasuk, vagy a Biblia bármelyik részét. Isten a legkisebb jót is elismeri bennünk. Hiszen nem kétségbejten csak a bűneinket sorolja fel, hogy ma megint nem vitted le a szemetet, ma megint nem törölted rendesen a lábadat, és micsoda dolog az, hogy csak odavágod az oknidat, és nem teszed a helyére, és többi, ezeket állandóan halljuk a, a mi férfiak, hanem, hanem valahol, valahol kialakul a közösség, amikor kezdjük érteni, érezni egymást. Nagyon nagy baj az, hogy a házastársak nagyon keveset beszélnek az érzéseikről. Nagyon keveset hangzik el ez, hogy te, én úgy érzem azt, hogy. Hanem általában parancsoló mondatokban beszélünk. Ezt tedd meg, ezt csináld meg, ezt hozd el, ezt, vagy legfeljebb kijelentő mondatba: Én ezt csinálom, azt csinálom, azt csinálom. És valahol az érzéseink elvesznek. Valahol a pitvarral ez a baj mert a pitvarhoz tartozik az erosz és a filejn, a baráti szeretet, a baráti gondoskodás, és az, hogy észreveszem, hogy a másik szép. Ezért van az, hogy a hölgyek állandóan love-sztorikat olvasnak. Ezért van az, hogy, hogy nagyon sokszor, hogyha elbeszélgetünk emberekkel, akkor azt mondják, hogy meghidegült a kapcsolatunk, tönkrement a kapcsolatunk mert valahol a pitvar az elhanyagolt lesz, felgazosodik. A házasságban ezt is egy életen át művelni kell. A szeretetnek ez a két arca is, a baráti szeretet és az erosz, az esztétikai szeretet is. Nagyon-nagyon fontos. És ebben nekünk híve embereknek példamutatóknak kellene lenni. Ugyanakkor a mai ember nagyon sokszor az udvarra viszi azt, amit a kamrába kellene tartani. Ha az a szív a pitvarba akarja elvégezni, ami a kamra dolga, akkor az egy nagyon nagy betegség. Ugyanígy lett beteg a házasság is. Nem a szexről kellene állandóan beszélni. A szex az két embernek a magán. Ugye nagyon szép dolog, nagyon jó dolog a testi szerelem. De az nem az utcára való. Mert annak pontosan az adja meg az igazi ér, ér, ért, értékét, az adja meg az igazi érzésnek a, a tetejét, hogyha ez két ember intim dolga. Ha megnézzük a kisgyerekeket, mindegyik szereti, hogyha van titka. Minden ivodás elmondja, hogy Bácsi, van egy titkom. Ezt a titkot szereti megosztani, de a titok az titok. Azt titokba kell tartani, ezt nem tudhatja mindenki. Ugyanígy két ember kapcsolatában is ennek meg kellene lenni, és ez tulajdonképpen a szex. Na most tulajdonképpen a pornó ezt a titkot mocskolja be, hogy így mondjam. Tárgyát teszi a másikat, eltűnik a szeretetnek az az arca, amelyik a, a testi szerelemnek az alapja, a szociális alap, a hitbeli alap eltűnik, és csak marad a másik ember, mint tárgy kamra rejtettségét viszont vissza kell adni. Mert hogyha a kamra rejtettsége eltűnik, akkor eltűnik tulajdonképpen az, amit igazán szeretetnek mondunk. Mi hát nekünk keresztényeknek a dolgunk? Mi nagyon sokszor vitatkozunk arról, hogy a szexualitás jó-e vagy nem jó. Szabad-e ezt csinálni, vagy nem? Törvényeket akarunk állítani, hogy ezt lehet csinálni, ezt meg nem lehet csinálni. Társadalmi mozgalmakat akarunk szervezni azért, hogy így vagy úgy vagy úgy legyen. Nem elég elmondani azt, hogy mi házasságpártiak vagyunk, azt is el kellene mondani az alapjában, hogy azért vagyunk házasságpártiak, mert mi a teljes ember pártján vagyunk. Mi hiszünk abban, és így is kellene élnünk, hogy a teljes emberhez hozzátartozik az is, hogy a teljes ember azért tud az ember embertársaival kapcsolatba lenni, mert van egy iskolája ennek a kapcsolatnak. És ez az iskola a házasság. És itt egy nagyon érdekes gondolatot hadd említsek meg. A Biblia a házasság képével fejezi ki az Isten és az ember kapcsolatát is. Miért? Azért, mert az Isten és az ember kapcsolatában is ez a négy oldalú szeretet egyformán szerepet játszik. A házasságnak pontosan a szeretetnek ez a sokarcusága a lényege, és az egyháznak is a sokarcusága a lényege. Az az egyház, aki csak prédikál, vagy az az egyház, aki a testi szükségletekről nem gondoskodik, nem az egész embert látja, az képmutató lesz. Az az egyház, amelyik nem vesz észre a szépet, a jót, hanem csak állandóan ítéletet akar mennydörögni, az elveszti a küldetését. Az az egyház, amelyik nem közösséget épít, az az egyház szétesik. És az az egyház, aki nem naponta az Istennel való közösségből él, az az egyház is tönkre megy. Éppen ezért, ha ezt a kényes témát végig gondoljuk, akkor nem egyszerűen arról van szó, hogy két embernek az egymáshoz való kapcsolat az magánügy. Nem arról van szó, hogy a gyülekezet az olyan emberekből áll, akik zátonyra futottak a házasság terén, hanem pontosan arról van szó, hogy a gyülekezet legyen az a hely, ahol a családépítés nagyon felelősségteljes szolgálata folyik. Nagyon érdekes, hogy amikor az első keresztény gyülekezet megalakul, az apostolok cselekedetének második fejezete mondja ezt el, kitöltetik a Szentlélek, Péter prédikál, és Péter prédikációi nyomán létrejön az első Jeruzsálemi gyülekezet 3000 tagból. És leírja az apostolok cselekedetében Lukács, hogy ez a 3000 tag mit csinált? Négy foglalatosságot említ. Azt mondja, foglalatosak voltak az apostolok tudományában. Ez az első foglalatosság. 42. vers mondja ezt. Mit jelent az apostolok tudománya? Az apostolok Jézus tanítványai voltak. Az apostoloknak az volt a feladat, hogy továbbadják azt, ami, ami a Jézusi. Az Jézusi eszmének a továbbadása. Ez volt az első dolog. Na de itt nem ér véget az egész. Nem egyszerűen egy nosztalgia klub volt az első gyülekezet, ahol visszaemlékeztek, hogy egyszer régen Jézus Galilea poros országútjain járt, és akkor ez meg ez történt. Hanem azt mondja tovább, foglalatosak valának a közösségben. És ezt első pillanatra nem is értjük. Azt gondoljuk az a közösség, hogy egymás mellé áll három ember, becsukunk egy szobába három embert, az közösség. Nem. A közösség mindig feladat. A közösség mindig a szeretet négyarcuságának a megvalósítási helye. Ezért a házassági közösségnek is ezzé kell lenni, igazi közösségé, mert aki nem él közösségben a másik emberrel, az általában az egész világegyetemmel nem tud közösségben élni. És a megváltásnak pontosan az a célja, hogy a közösséget tegye egészségessé. Helyreállítsa Isten ember, 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 ember világ közösségét. Ha ez a közösség nem él, akkor nincs keresztény gyülekezet. De ez a közösség mindig reális közösség, megnézzük, itt is négy tulajdonság van, nem csak az apostolok tudománya van, nem csak a közösség van, hanem azt mondja, a kenyér megtörése. Tudjuk, hogy az első Jeruzsálemi gyülekezet egy szociális közösség is volt. Mindenük közös volt. Ennek a szociális közösségnek a megvalósítása különböző szinten, ez is az egyház feladata. És ennek a szociális közösségnek az iskolája megint csak a család. Nincs jó közösség ott, ahol ez a szociális közösség, anyagi közösség nem jön létre. És végül közösség volt az imádságban is velük, közösek voltak az imádságban, ebben is foglalatosak voltak. Ugyanúgy egy jó keresztény házasságban mindig az Istennel való közösség is egymással való közösségben valósul meg. Közösen imádkozunk, közösen keressük az Istennel a kapcsolatot. Éppen ezért az, hogy ma baj van a házassággal, ez sok-sok problémát jelent a mai ember életének, de a keresztény gyülekezetnek is. Ha van küldetése ma a kereszténységnek a világban, akkor az a küldetése, hogy só legyen, világosság legyen, és a közösségnek ezt a titkát, ami a házasságban adott újra és újra oda kell élni az emberek elé. Egy Lakordé nevezetű, nagyon híres gondolkodó még a 19. század elején írta. Egy óra hosszat szeretni? Ez állati dolog. Egy évig szeretni? Ez emberi dolog. Egy életen át szeretni? Ez angyali dolog. És egy életen át egyet szeretni, ez isteni. És hogyha ezt az Istenét oda élnénk az emberek elé, ha nem a társas magány lenne, amit a kényszer, vagy a vallási előírás, vagy a, a, megszólás, vagy én ki tudja mi, a megadás tart össze, hanem aktív közösségekké lennének a keresztény családok, akkor a az ige józansága az nem álszeméremre, prűtségre tanítana bennünket, hanem át tudnánk adni utódainknak, hogy házasságban élni az egy nagyon remek dolog. Mert így épül az emberség bennem. És így nem leszek magam, így lesz teljes kerek az életem, így érem el az életem célját. És én azt szeretném, hogyha minden hallgatóm, erre a teljes életre jutna el. Köszönöm a figyelmüket!